Azt hiszem, elmondhatom, hogy mi itt már az elmúlt évek során nagyon kellemesen összeszoktunk. Legalábbis látásból úgy gondolom, hogy mindenki már mindenkit ismer. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves közönségünk, a kitartó házigazda, a Szent Istvándi alapítója Bihari Antal nevében is. A himnuszt talán ezt is már kívülről fújják, nem a himnuszt, hanem hogy kik adták elő. A Sári Sápi Bányász fúvós zenekartól hallottuk, ezúttal is Drága Bálint karnagy vezetésével, és a Mindszenty Katolikus Iskola kórusa pedig Bégány Gáborné karnagy vezényletével moldvai népdalcsokrot és a Gímes Együttes Készfogás című dalát énekelte el. Ezen a történelmi helyszínen, amely ugyebár a magyar államiság bölcsője, Szent István király születésének, koronázásának és halálának színhelye, mindig nagyon jó lenni, és bárholnan is jöjjünk, északról, délről, nyugatról vagy keletről, mindig csodálatos látvány fogad bennünket. Nos, ebben a szép térben, ahol történelmünk jelképeinevel vagyunk körülvéve, idén 15. alkalommal adja át az alapítványunk a Szent István díjat. Tisztelettel köszöntöm Schmidt Pál volt köztársasági elnök urat. Dr. Völner Pál államtitkárt, térségünk országgyűlési képviselőjét. Remélem, relatíve jól ejtem majd a lengyel neveket. Jerzy Snopek urat, a lengyel köztársaság nagykövetét. És kedves feleségét, valamint Malgorzsáta Radván első titkárasszonyt. Kedves felvidéki vendégeinket, akikről úgy gondolom már hazajönnek ide, Mennyhárt Józsefet, a Magyar Közösség Pártjának elnökét. Nem biztos, hogy mindenkit látok, akit felsorolok. Egyrészt azért, mert nagyon sok volt a bejelentkezés, lemondás, ahogy ilyenkor lenni szokott, tehát nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy mindenki elfogadta a meghívást, vagy mindenki eljött, aki elfogadta, de attól teljesen függetlenül sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ott tartottam, hogy a Magyar Közösség Pártjának nem csak az elnöke van itt, hanem a párt alelnöke is, Farkas Iván, aki egyben... Sok dolga van, mert Muzsla község polgármestere is. Szeretettel köszöntöm a Szent Istvándi korábbi kitüntetettjeit, dr. Béres Józsefet és Béres Klárát. Ifjabb Buzánszky Jenőt, akinek az édesapja, mint tudják, szintén díjazottunk. Miként az volt Tamás Ilonka néni is, a nemzet tanító nénie, akinek a lánya Tamás Judit szintén úgy tudom, hogy itt van velünk. Határokat, de így van ez rendjén, legalább itt. Hagyományainkhoz szíven először az emlékérem átadására kerül sor.
ezt a Szent István díj emlékérmet elsősorban olyan környékbeli személyek kapják, akik a saját pátriájukban nagyon sokat tettek, tesznek azért, hogy az emberek jól érezzék magukat. Ez az érem a körzeti televízió díja, amelyet szintén Bihari Antal alapított és terveztetett. Az érem egyik oldalán egyébként a Szent István díj látható, a másikon pedig a körzeti televízió logója. Most felkérem Lovas Tibor urat, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnökét, a Szombathelyi Média Centrum igazgatóját az emlékérem átadására, Kárpát Csabát pedig, aki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megyei elnöke, arra, hogy olvassa fel az elismerés szövegét és adja át az ott oklevelet. Legyenek kedvesek, fáradjanak a színpadra. Addig elmondom, hogy kikapja az érmet és az oklevelet. Nos, dr. Ilosvai Gábor ügyvéd. Tisztelt elnök úr, államtitkár úr, nagykövet úr, tisztelt egykori díjazottak, tisztelt polgármesterek, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves ünneplők! Engedjék meg, hogy először az örömömet fejezzem ki, hogy Bihari Antal meghívott ennek a díjnak az átadására. El kell, hogy mondjam önöknek, hogy az ő általa vezetett televízió annak a 86 helyi televíziónak, helyi televízió közösségének a tagja, amely gyakorlatilag jelen pillanatban 7,5 millió embert ér el Magyarországon, már a fővárosban is jelen vagyunk, és a legfrissebb felmérések alapján az ötödik a magyar nyelvű televíziós adások közül az ötödik legnézettebb csatorna, ha összeadjuk a felületeinket. Én azt gondolom, néhány gondolatban meg kellene emlékeznünk, illetve meg kellene, hogy ismerjék egy kicsit jobban a díj alapítóját, hiszen fontos az is, amikor egy díjat átadunk, hogy ki adja a díjat, és természetesen az is, hogy ki kapja ezt a díjat. A Szent István díj másik oldalán, ahogy azt az imént már említette Kondor Katalin, a KTV logója, emblémája található. Annyit kell tudnunk erről a televízióról, hogy egy sugárzó televízió, amely gyakorlatilag már egy rang, hiszen többnyire ma Magyarországon a megyei jogú városok televíziói sugárzók, és ha jól tudom, a megyében az egyetlen sugárzó televízióról beszélünk most, jelen pillanatban, amikor őket említem, és azt is hozzá kell, hogy tegyem, ezt én nemrég tudtam meg, hogy 5 éve a Párkányi Pro regionál műsorkészítő adásait is ők sugározzák, ehhez is szívből gratulálok, és engedjenek meg még egy aprócska dolgot, ezt én most itt jelenthetem be. Azon kívül, hogy a KTV, azt gondolom, hogy az Európai Unión belül is példaértékű testvérvárosi kapcsolatokat ápol. Nos, kérem tisztelettel, engedjék meg, hogy én jelentsem most itt be, és ez az érem nagyságát is tovább emeli, hogy a törvényi háttér megnyilásával a körzeti televízió teljesítmény növelést hajt végre a közeljövőben a szlovák és osztrák médiahatóság jóváhagyásával. Az adó teljesítménye várhatóan a 10-szeresére fog emelkedni, tehát egy nagyon szép körzetet fed le majd a KTV, ehhez mi innen is szívből gratulálunk, valamennyi tagtelevízió nevében. Mint ahogy a fent említett elismerés rangja, maga a díjazott személye is befolyásolja, én engedjék meg, hogy szívből gratuláljak a díjazottnak, dr. Ilosvai Gábornak, aki 2010 óta tagja a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának. Ez már önmagában véve is egy nagy rang. Engedje meg, hogy ezért is szívből gratuláljak, és természetesen a díjért, az elismerésért is. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplők és ünnepeltek! Engedtessék meg nekem, hogy mielőtt felolvasnám a díszoklevél szövegét, nagyon röviden ismertessem dr. Ilosvai Gábor közéleti szerepét. Ilosvai Gábor Esztergom városának közismert, megbecsült polgára. A képviselőtestület jogi bizottságának külsős tagja. Fáradhatatlanul dolgozik, mint világi elnök a vízivárosi plébánia egyházközségében. Éveken keresztül ő látta el ingyenesen a KTV jogi képviseletét, a Szent István díj alapítvány létrehozásában elévülhetetlen érdemeket szerzett, a mai napig ő látja el természetesen ellenszolgáltatás nélkül az alapítvány jogi képviseletét.
Mindezért a kuratórium Szent István díj emlékéremben tünteti ki, és engedtessék meg nekem, hogy felolvassam a díszoklevél szövegét. Díszoklevél dr. Illosvai Gábor úrnak kiemelkedő és példaértékű közéleti tevékenységért Szent István díj emlékérmet adományoz a Szent István díj alapítvány kuratóriuma Esztergom 2017. szeptember 30-án. Gratulálunk, kérjük, vegye át! Mielőtt a Szent István díj is gazdára találna, bemutatom a kuratórium tagjait, akik úgy döntöttek, hogy ezen a 15. Szent István díj átadáson a díjat a Duna Televízió kapja. Amiként említettem, már az intézményt Dobos Menyhért vezérigazgató úr képviseli. Nos, a kuratórium tagjai, Jankovics Marcella kuratórium elnöke, nem lesz mindenki jelen, de azért jó, ha tudják, hogy kik döntöttek így. Dr. Kisrigó László, szegedcsanádi püspök. Dr. Horváth István, a Balassa Múzeum nyugalmazott igazgatója. A mi Máriánk, dr. Prokop Mária, művészettörténész professzor. Kápolnai Dezső, a Richter RT dorogi gyárának volt igazgatója. Koditek Pál, a Katedrális Sturz igazgatója. Utoljára, de nem utolsó sorban, Bihari Antal, a KTV vezetője, a díj alapítója. És most egy nem könnyű dologra kérném Menyhárt József urat, a Magyar Közösség pártjának elnökét, hogy beszéljen arról, hogy számukra mit jelentett a Duna Televízió létrejötte. Tisztelt Köztársaság elnök úr, tisztelt kuratóriumi elnök úr, tisztelt kuratórium, tisztelt nagykövet úr, kedves polgármestertársaim, tisztelt hölgyek és urak, tisztelt ünnepi egybegyűltek. Engedjék meg, hogy beszélem legelején átadjam a Magyar Közösség pártja elnökének, Menyhárt Józsefnek üdvözletét, aki sajnálatos módon egy halaszhatatlan kötelessége véget ma nem tudott eljönni a királyi várba, Esztergomba. Engedjék meg, kérdem, hogy helyette alelnökként, a Magyar Közösség pártja alelnökként méltassam a Duna Televízió szerepét az elmúlt negyed évszázadban. Tulajdonképpen, ha górcső alá vesszük a körzeti televízió küldetését itt a Duna mentén, hogy összekösse az anyaországban és a határon túlélő magyarságot, és a körzeti televízió ezt a regionális szinten Esztergom és Párkány környékén teszi, a Duna mentén, akkor hasonló módon, mégis országos szinten, Kárpát-merencei szinten, és világviszonylatban, világméretben teszi ugyanezt a Duna Televízió. Összeköti az anyaországban élő magyarságot, összeköti a határon túl élő magyarsággal, éljünk mi a felvidéken, vagy éljenek a nemzettársaink, testvéreink délvidéken, Erdélyben, Partiumban, Székelyföldön, vagy akár az óceánon túl. A Duna Televízió immáron negyed évszázados küldetése, kérem szépen, pótolhatatlan. Pótolhatatlan, mert híreket ad, számot ad mindarról, ami velünk történik a határon túl, a határon túl élő magyarsággal, az anyaországban élő magyarok irányába. És ellenkező irányba is élő a dolog,
mert hiszen a magyarországi testvéreink is információkat és ismereteket kapnak mindarról, ami a Duna másik oldalán, ami a Kárpát-medencében és a világ magyarsága berkeiben történik, legyen az a kultúra, legyen az a társadalom, legyen az a gazdaság, vagy legyen az a politika önkormányzatiság területén. Hihetetlen erőteljes tevékenység ez, mert sokkal többet tudunk önmagunkról, sokkal többet tudunk a határon túli magyarságról, az anyországi magyarokról, mint volt ez a 25 évvel azelőtt, mondjuk 50 éve vagy egy évszázada. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a Szent István díj méltó kezekbe kerül, amikor a vezérigazgató úr átveheti a Szent István díjat itt ma 2017. szeptemberében az Esztergomi Királyi Várban. Tisztelt ünnepegyre gyűltek, tisztelt kuratóriumi elnök úr, kuratóriumi tagok. Gondolatomat azzal zárnám, hogy egy ilyen gyönyörű ünnepség keretében szokott az elmúlt években megtörténni az ünnepi díjak átadása, a Szent István díj és a Szent István emlékerem átadása. Nem első ízben állok itt, és nem első ízben mondhattam egy rövid laudációt a díjazottnak, úgyhogy engedjék meg nekem, hogy szívből gratuláljak a Duna Televízió vezérigazgatójának, és egyúttal szívből gratuláljak minden kedves munkatársának, hogy ezt a pótolhatatlan küldetésüket, amit eddig végeztek 25 éven keresztül, tudják folytatni a következő negyedszázadban, de akár a következő évszázad folyamán egyaránt. Színpadra kérem Pécsi L. Dániel címer és jelkép tervezőt, hogy olvasson fel Orbán Viktor miniszterelnök úr és Tőkés László püspök úr leveléből. Megjegyzem, bár azt hiszem, hogy sokan tudják, hogy ő az, aki a Szent István díj okleveleit is megtervezte. Tisztelt ünneplő gyülekezet, tisztelt kitüntetettek, tisztelt honfitársaim! Hogy említette Katalin, 2001 óta én tervezem a díszokleveleket, és most két olyan kitüntetettnek a köszöntőjét fogom felolvasni. Az egyiküknek az első, a másikuknak a másodikok levelét terveztem. Tisztelt Bihari úr! A Duna Televízió életre hívása az anyaországi és a határon túli magyarság közötti kapcsolat ápolásáért, az összetartozás felelősségének és védelmének megerősítésért indított kezdeményezés gyümölcse, melynek indítatásának és célja egy a Szent István díj megalapításával. Kívánok további nemzeterősítő munkájához sok sikert és jó egészséget. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Kedves Antal, szívem nagy fájdalmára idén képtelen vagyok elmenni a díjátadóra. Mondanom sem kell, a díjazással teljes mértékben egyetértek. A Duna Televízió arra a korszakos feladatra vállalkozott, hogy az íj és gyulai hazát a magasból földre hozza. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak Sára Sándor elnök úrnak, akinek ezúton is elismerésemet és jó kívánságaimat fejezem ki. Ti értéktáratok felér a hungarikumok egyetemes mércéjével. Ez viszont alapítványotokat dicséri. Isten áldását kérve, tisztelettel és szeretettel küldöm testvéri jó kívánságaimat, Tőkés László. És végezetül lenne még egy olyan bejelenteni valóm, amit meglepetésnek szánta Tóninak. Itt ül körünkben Okos Márton, Kalotaszentkirály zentelkei közíró, aki a Bocskai Szövetségnek az egyik alapítója volt. 95-ben létesítették a Bocskai díjat, amelynek 1996-ban a Duna Televízió volt a kitüntetettje. Én elhoztam azt a laudációt Tóni barátomnak, amely a nagyváradi díjátadáskor elhangzott, és azt az újságot, ami erről az ünnepségről tudósít. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Jankovics Marcelnek, a kuratórium elnökének adom át most a szót, aki a Duna Televízióról mondja el a gondolatait szintén, utána pedig beavat bennünket a jövő esztendei díjazott kiválasztásának feltételeibe, és az oklevél szövegét is felolvassa. Parancsolj! Tisztelt méltóságok, igazgató úr, kedves nemzetféltő barátaim! A Duna Televízióhoz van némi közöm, mert ott voltam a születésénél. Hogy dicsekedjek, én voltam az első megszólaló, amikor az első adás nyilvánosságra ment, december 24-én, azt hiszem karácsony este. Ez egy anekdotisztikus történet, érdemes elmondani, mert akkor még nem volt elektronikus súgógép, hanem úgy zajlott, hogy a szövegemet, amit azért írtam meg, mert nem bakiszhatok bele a Duna Televízió első megszólalásába, két ember tekerte nekem. Volt egy ilyen, már úgy értem, hogy volt egy ilyen csík, és az tekeredett, és igazodtak az én tempómhoz, meg én igazodtam az ő övékéhez. Na most ez egy kicsit ugye a kamerán kívül állt, ez a masina, és egyszer elkövettem azt a hibát, hogy belenéztem a képernyőbe, azonnal ki lehetett szúrni, hogy az eddig nem nézett a képernyőbe. Ez így működik, nagyon furcsa, mert mindenki a sugógépet használja, én már leszoktam róla, hál' Istennek, de ez vele jár ez a dolog. Hát ez volt az indulás. Elmondom még, mert Farkas Boglárka, aki ma már egész másutt van, az jól tudom, most éppen a Kehó TV-nél, ő volt az első megszólaló utánam, vagy előttem, mert hiszen ő konferált engem föl. A Csóri Sándornak volt az elképzelése, hogy a televízióban a bemondók azok határon túliak legyenek, Farkas Boglárka is székelyföldi. Ha elmennek ma Erdélybe, mondjuk én tavaly voltam Nagyváradon utoljára, bekapcsolom az ottani televíziót, a szállodában 20-valahány magyar adást lehet fogni. Ez óriási változás. Ugye tulajdonképpen a Duna TV küldetése ez volt, hogy beindítsa ezt a folyamatot. Van egy ide kapcsolódó és tárgyi analógiám, amikor a Mária Valéria híd elkészült, akkor idejöttem Esztergomba, leparkoltam ezen az oldalon, átsétáltam, hogy megnézem a hazámat oda átról, ahonnan én tulajdonképpen való vagyok családilag. El is mondom most rögtön, hogy meg kellene hívni a kisudvarnoki polgármestert is, Marcell Zoltán, mert nekem ő rokonom. Egy bizonyos ágról én apai néven, tehát az a nagyanyámnak volt az apai neve a Marcell vezetéknév, kisudvarnokon Marcellek laknak főleg. Na ez egy mellékszál. A Duna TV-re visszatérve, ez elsősorban annak idején is Székelyföld volt a legfontosabb is Kárpátalja, mert hiszen a Duna mentén, ugye a felvidékkel lehetett venni a magyar adásokat. Tehát ez elsősorban azoknak szólt, akik olyan messze voltak, hogy nagy probléma volt a találkozás velük. Aztán később ez teljesen kisimult, és hát nekem volt egy olyan rövid ideig tartó házi feladaton, azt nem tudom, hogy Katalin mondta, én kuratóriumi tag voltam az első kuratóriumban, és úgy kerültem oda, hogy már csak, még csak úgy lebegett a gondolat, hogy lesz egy Duna Televízió, még nem is adták meg a nevét, hogy lenne egy olyan műholdas csatorna, ami összeköt bennünket a határon túli magyarokkal, illetve a határon túli magyarokat mi velünk, és én akkor még úgy volt, hogy a Movi fogja csinálni, én jelentkeztem, hogy szeretnék ebben dolgozni. És aztán, ahogy ugye ez elkiderült, és bevontak engem ennek a kuratóriumnak a munkájába, és mielőtt még Sára Sándor lett volna az elnök, volt egy ilyen kicsit mondjuk kezdő, amatőr próbálkozás, hogy én voltam a műsortanács elnöke, még ilyen nem is volt az életemben. De ez nagyon izgalmas időszak volt, és azt kell mondanom, hogy erre úgy néztünk föl, erre a történetre, mint ami helyreállít valamit, ami jóvá tehetetlenül sérült, és aminek ugye jövőre kezdődik a 100 éves évfordulója. December 1-én, amikor Gyulafehérváron a románok bejelentették, hogy Erdély mostantól kezdve hozzájuk tartozik. Ez lesz a gondolom a
ünnepség sorozat, vagy a gyászünnep sorozat kezdő napja. A Duna TV-nek ebben oroszlán része volt, hogy valamilyen módon helyre billentett egy önmagából kifordult világot. És egészen furcsa, ugye ma már Székelyföldön rajzfilm stúdió működik, ahol háromdimenziós rajzfilmek készülnek Székely, ahogy ők mondják, legendákból, mesékből, és csütörtökön délután nálam járt egy hétfős székelyföldi, székelyudvarhelyi rajzfilmes csapat, hoztak nekem csángó kenyeret, amiben pityóka is volt, meg hoztak természetesen pálinkát, de nagyon rendesen velem bort ittak, mert ugye a Magyarországon bort kell inni, Székelyföldön pálinkát kell inni. Isten éltesse a Duna Televíziót, és amennyire lehet, ezt a küldetést folytassuk. Nekem föl is kell ezt olvasnom, ez a bevált házi feladat, hogy a díszoklevelet én olvassam föl. Az Esztergom város polgárai által 2001. évben alapított Szent István díj alapítvány kuratóriuma a városban és környékén lakó polgárok, valamint az alapítvány támogatói körében végzett közvéleménykutatás eredményeként, valamint a kuratórium 2015 első hó 27. napján, 4. számú döntése alapján a Duna Televízió alapítóinak és közösségének a nemzeti együvé tartozás és az összmagyarság érdekében végzett kiemelkedő és példaértékű tevékenységért ítélte oda a Szent István díjat. Melokó Miklós Kossuth díja szobrászművés Szent István királyt ábrázoló kis plasztikáját. Kelt Esztergomban 2017. év szeptember 30-án. Isten éltesse a Duna Televíziót! Szeretném Tamási Áron jégtörő gondolatainak szavait idézni, aki azt mondta, hogy nekünk a világ szívének kapuján kell kopogtatni azért, hogy a magyarság hangját meghallják. 25 évvel ezelőtt a Duna Televízió ezt a missziós munkát kezdte el. Én szeretném megköszönni az alapítványnak, hogy a Duna Televízióra gondolt, és ígérem, hogy azt a munkát, amely hát ők elkezdtek, azt igyekszünk tovább folytatni. Köszönöm szépen még egyszer. Van még egy kicsi feladatom. A kuratórium úgy határozott, hogy a következő év díjazott egészségügyi szervezetek köréből lesz választva. Ez nem baj, ha jelenlévők is tudják, hiszen a polgárokra, akik itt vannak, számítunk vélemény mondásban, tanácsban, javaslatban. Köszönöm a figyelmet! Emlékszel-e még Európa a déli harangszóra? Tudod-e még, hogy miért szólt a harang? Miért? Miért? A nádori hősökért. Miért szólt a harang azon a véres hajnalon az aradi tornyokon? Tudod-e még miért? Miért? A 13-akért. Még most is sír a harang a trianoni tájakon. Tudod-e még miért? Hogy miért? A széttépet részekért, a határon túl rekedtekért, a szétszakadt családokért,
a be nem gyógyult sebekért, a szívekbe folytott jajokért, miért egy egész nemzetért? Emlékszel-e még Európa az 56-os ágyúszóra, s a lyukas halobogóra? Tudod-e még, hogy miért szólt a harang? Miért? Miért? A tőled kapott reményekért, s egy cserben hagyott nemzetért. Hallgass a harang szóra, te büszke Európa! Tudod-e még, hogy kiért szól a harang? Kiért? Kiért? A koncnak dobott népekért, a feláldozott hősökért. És értünk magyarokért. Boráros Imre Kossuth díjas művészünk Magyar Alíz Történelmi Lecke Európának című versét mondta el. Jó lenne, ha születne még néhány ilyen szép felszólítás, hát ha egyszer ez az Európa is meghallaná valóban. És annyit hadd mondjak még Boráros Imréről, hogy ő az a színművész, felvidéki színművész, akiért mind Kassára, mind Komáromba nagyon érdemes volt elzarándokolni, bár hála Istennek magyar kis csonka Magyarországon is sokszor szerepelt. Kedves közönségünk, most dalolunk egy kicsit. Ünnepségünk azt hiszem, hogy nem is volt olyan az elmúlt években, ahol Török Tilla ne énekelt volna, most ő következik. Lábújna, míg ugyanis találkozna, Szentgyörgy napig elaludna, Szentgyörgy napig elaludna. Ha Dunáról nem fújna, olyan hideg sem volna, Dunáról fúj a szél. Ha Dunáról nem fújna, olyan hideg sem volna, Dunáról fúj a szél. Dunaparton van egy malom búbánatot, ölnek azon eje, ha nekem is van búvánatom, s oda víztem, lejáratom eje, ha. Na, nekem is van búvánatom, oda víztem, lejáratom eje, ha.
Tilla Amerikából jött, és most dudanótákat énekelt, ha valaki nem ismert volna rá. Nem visszaélve türelmükkel néhány információt szeretnék megosztani az alapítvány támogatóival, anyagi és lelki támogatóival. Az alapítvány székházának az ügyében sajnos nem tudtunk eredményt elérni. A relikviák elhelyezését szolgáló épület megszerzésének lehetőségét az alapító Bihari Antal Esztergom városának ajánlotta föl, de nem sikerült ebben előrelépni. Ezért úgy döntött az alapító, hogy bemutatja az eddig összegyűjtött értékeket, tárgyakat, arról tavaly beszéltünk többet, Esztergom lakosságának, közben felkínálja a rendezés jogát más magyar történelmi városnak, vagy kellő ajánlat esetén megfontolja, hogy esetleg a székhelyét is elviszi Esztergomból. Ez volt a rossz hír. Ám a nehézségek ellenére alapítványunk új relikviákkal gazdagodott, ez a jó hír. Egy család ajánlott fel két könyvet, melyet nagypapájuk németül gótbetűkkel rimbeszedve írt naplóként az első világháború eseményeiről. Nagyon sokan megtalálhatják benne édesapjukat vagy nagyapjukat a környékbeliek, ugyanis kell tudni, amit nyilván hát a fiatalabb nemzedék nem tud, hogy a Komáromba bevonuló fiatalok Esztergom és Nyitra vármegyéből származnak, onnét érkeztek a bevonulásra. Alapítónk Bihari Antal például felfedezte a kedves nagyapját ebben a könyvben, a képeken. A könyvek adományozójának unokája pedig Ströckerné Bihakker Magdolna, viszont német nyelvtanár, és megígérte, hogy lefordítja ezt a könyvet magyarra, úgyhogy ilyen nyelv a mi nyelvünkön is hozzáférhető lesz, és meg is jelenik hamarosan. Hát százesztendő, nagyon nagy idő, nagyon sokan emlékeznek, nem is hiszem, hogy van olyan család Magyarországon, amelynek valamelyik tagja, valamelyik őse ne lenne érintett sajnos tragikus történetekkel az első világháborúban és az utána következő nemzettragédia sorozatban, amit úgy gondolom sosem szabad elfelejtenünk. Arra kérem most dr. Völner Pár államtitkár urat, emlékezzen meg pár szóval az első világháború hős katonáiról. Tisztelettel köszöntöm köztársasági elnök urat, megjelent kitüntetetteket, nagykövet urat, és hát az esztergomiakat, az ünnepség valamennyi résztvevőjét. Az első világháború, vagy ahogy a kortársak nevezték, a nagy világháború egy kicsit a magyar történelmi köztudatban mindig háttérbe szorult. Nagyon kevesen találkoznak a számokkal, részben azért is, mert a trianoni trauma eltakarja az akkori Nagy Magyarország statisztikáit, hogy nehéz visszakövetkeztetni, hogy ez mit is jelent ránk vonatkoztatva, de azért néhány adattal terhelném a megjelenteket. A magyar korona országaiból 3.800.000 fiatalt, férfi embert vonultattak be a közös hadsereg és a honvédség soraiba, és egyes adatok szerint több mint 660.000-en veszítették életüket, több mint 700.000-en sebesültek meg. Az adatok nem pontosak, mert az 1950-es években, amikor a múltat végképp eltörölni időszakot éltük, megsemmisítették a vonatkozó nyilvántartásokat. A történészeknek egy nagy feladatot jelent, hogy a bécsi levéltárakban, német nyelven, papíron meglevő adatokból majd valaha előbányásszák a pontos adatokat. És hát a másik része a történetnek, hogy 1920-ban, amikor megváltoztak a határok, tulajdonképpen Trianon fémjelzi nekünk ezt a nagy háborút. Nem látjuk mindig a családokat ért veszteséget, hogy milyen arányban tizedelte meg a társadalmat. Talán csak azok a néma mementók, a két világháború között emelt hősi emlékművek, az apró betűkkel felrólt hosszú névsorok a templomok környékén figyelmeztetnek bennünket arra, hogy a török korhoz hasonló vérveszteség érte nemzetünket. Ha a családi történeteket végignézzük, valamennyien találhatunk olyan rokont, felmenőt, aki akkor katona volt. Ha egy kis személyes szállat belevihetek a dologba, én szoktam mondani, hogy valamikor a
A dédapám, az, illetve hát a nagyapámnak a nagyapja, bocsánat, ő még a 48-as háborúban harcolt, a szépapám, köszönöm szépen a segítséget. És hát a nagyapám az első világháborúban 4 évig Galíciában, az olasz fronton végigharcolt. Az apámnak a második világháborúba kellett. Én katona még voltam, a fiam már katona se. Tehát egy kicsit talán jobb korban élünk mindenféle feszültség ellenére, de pont ezért méltó tisztelettel kell megemlékeznünk azokról, akik az akkori nemzetközi környezetben, akkori erőviszonyok között megpróbálták a lehetetlent, mint utólag kiderült, egyben tartani a Szent Istváni örökséget, a Magyar Királyságot. Azt hiszem, hogy minden tisztelet megilleti őket. A kormány ebben a 4 évben folyamatosan viszi azokat az emlékprogramokat, amelyekkel méltó emléket próbálunk állítani nekik, és 18-ra, ahol hiányoznak azok az emlékművek, megemlékező helyek, azok is meg fognak újulni és létesülni fognak. Azt hiszem, hogy csak köszönet illeti a kuratóriumot, hogy ezen az ünnepségen ezt a témát felhozhattuk. Köszönöm a figyelmüket. A mai napon nagyon sok szép kicsi, és most 1-2 mérettel nagyobb lány következik. Ők énekelnek nekünk. Szeredi Krisztinát, a felvidéki származású magyar ezüst érdemrenddel kitüntetett énekművészt halljuk a következő percekben. Ő egyébként már jó ideje a magyar dal és nóta kedvelők egyik kedvence itt a Kárpát-medencében. Most is köszöntjük őt szeretettel. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm minnyájukat. Ugye Katalin az ünnepség elején azt mondta, hogy kitágítottuk a határokat, amikor az előjáróságokat, polgármestereket, alpolgármestereket bemutatta Magyarország és a külhoni országokból. És hát, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy én is csatlakozzam ehhez. Kitágítom most én is a határokat, és csak annyit mondok, hogy Duna, Tisza, Dráva és a Száva folyó. Erről a 4 folyóról szól a következő dal. Fogadják nagy-nagy szeretettel. Ott, ahol zúg, az a 4 folyó. Most a Rónád nyár tüzében ring a déli báb. Tüzeg gyúlnak, vakít a fény, ragyog a világ. Dombok ormain érik már a bor, s valamennyi vír akácfa mennyasszony csokor. Zöld arany a mázsit sejmek ég az estató, csendes éjjel a halkan felsír a tárogató. Ott, ahol zúg az a 4 folyó, szenvedni jó.
végül, kedves közönség, hadd számoljak be néhány olyan örömteli eseményről, amely valamiféleképpen kapcsolódik ünnepségünkhöz. Nos, tavalyi díjazottunk Kallós Zoltán néprajztudós idén átvehette a Nagy Kossuth díjat, valamint az Európa Nostra közönség díjasa lett. Nemzeti ünnepünk alkalmából magas elismerésben részesült Szent István díj emlékérmesünk, Dániel Erzsébet, etnográfus, aki a felvidéki magyarság legnagyobb elismerését kapta, a Pro Probitate, azaz a helytállásért díjat Érsekújváron. A Szent István díj átadását 15 alkalommal szervező körzeti televízió a hónap elején az Ipartestületek Országos Szövetségének elismerésében részesült, az oklevelet Bihari Antal vette át. Szeretettel mi több elismeréssel gratulálunk a díjazottaknak. A következő percekben pedig azoknak szeretnénk köszönetet mondani, akik az elmúlt 15 esztendőben mellettünk álltak és segítették az alapítvány munkáját. Hát most pletykálni fogok, de csak azért is elmondom, hogy az alapító Szent István díjjal akarta megtisztelni Melokkó Miklóst 80. születésnapja alkalmából. Ezt ő a leghatározottabban visszautasította, tekintettel arra, ugye, hogy benfentesnek tartja magát, teljes joggal egyébként ebben a társaságban. Tehát nem fogadta el, ám Bihari Antal kitalált egy trükköt, hogy úgy mondjam, cseppfolyósította a díjat. Ezzel nem kevéssé. Köszöntünk volna meg személyesen, hogyha el tudtak volna jönni neki és Zsuzsa asszonynak azt, hogy mindig mellettünk álltak és segítették munkájukkal és jelenlétükkel az alapítványt. Dr. Szekeres József nem csak emlékérmesünk és támogatónk, hanem mint fő tanácsadó nagyon-nagyon sok hasznos ötlettel segíti az alapítvány működését. Kérem szépen őt ide. Czermanné Bukovina Beatrix, milyen gyönyörű neve van, az alapítvány könyvelője, mellesleg szerintem a legfontosabb poszt. Mindennek ellenére ellenszolgáltatás nélkül végzi a munkáját, sőt, olykor a körzeti televízió könyvelését is. Persze mindenkinek köszönünk minden segítséget, azt is, hogyha szeretettel gondolnak ránk. És most néhány név, mindegyik kiemelt támogatónk, akit most megemlítek. Dr. Szekeres József, a Rosenberg Hungária igazgatója. Sok-sok éves munkáját köszönjük. Krisztián Róbert, a Magyar Suzuki operatív igazgatója. És Ruska Viktória, aki ezekben az órákban is a Suzuki-t szolgálja, dolgozik, és nem tudott eljönni. Dr. Szerencsés László, a Novimpex ügyvezető igazgatója, a Komárom-Esztergom megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke, vezetőségi tagja neki, és el ne felejtsem, a mögött álló vezetőségi tagoknak is külön köszönetet mondunk. Miként Dolgos László vállalkozónak, a Szív a Szívért Alapítvány alapítójának, a Nagy Gázcsere telepvezetőjének. És végül, de nem utolsó sorban, de mennyire nem utolsó sorban, Jakab Ferenc mesterszakácsnak, a Padlizsán étterem tulajdonosának szeretnénk megköszönni rendszeres támogatását. Az ő vendégszeretetét élvezhetik mindjárt díszvendégeink és kiemelt támogatóink azon a fogadáson, amely tüstént megkezdődik itt az épület alatti kőtárban. Ahol egyébként az ételek mellé a
köbölkúti HR Winery, azaz szőlészet borászat borait Sáska be a főborász fogja bemutatni. Az alapítvány tulajdonos Bihari Antal azt kéri, a jövőben időben, tehát a következő esztendőben időben tetszenek regisztrálni a díjátadásra, akkor az igencsak megkönnyíti az alapítvány munkáját. Egyébként ennek a legmegfelelőbb módja Bihari Antal szerint, hogyha támogatják az alapítványt. És még egy közlemény, ugye elmondtam már, hogy Sára Sándor, a Duna Televízió alapítója, nem tudott sajnos eljönni erre az ünnepségre. Az ő érdemeit azt hiszem pár óráig üldögélhetnénk itt, és akkor még mindig csak méltatnánk és méltatnánk. Viszont a korlátozott számban kaphatók ott a kiáratnál a kézjegyével ellátott emléklapok. Ha van kedvük, akkor vegyenek. Még egyszer köszönjük szépen, hogy ma is önökkel lehetünk, most pedig búcsúzzunk a szózattal, kísér a Sári Sápi Bányász fúvózenekar, és sok szeretettel várjuk önöket vissza a jövő esztendőben. Köszönöm, hogy megtudtam.
Abban az örömteli helyzetben vagyok, hogy az eddigi 15 átadáson mindegyiken itt voltam. Nagyra becsülöm Bihari úrnak a erőfeszítését, a helyi televízió erőfeszítését, hogy nőjenek, hogy hirdessék, hogy Szent István és Szent István országa, Szent István öröksége mennyire fontos. Mai nap is ugyanolyan szép volt, mint mindegyik más. Szép, a kitüntetettek, nagyszerű választások voltak. Én magam is a Duna TV-nek az alakulása óta koromnál fogva is szerető figyelemmel kísértem őket, és hogy őre esett a kuratórium választása, ez magát a díjat és a kuratóriumot is dicséri. A Duna TV egy igazi szolgálat, egy nemzeti szolgálat, ami szívügye a kormánynak, szívügye a magyar embereknek határon innen, és természetesen a határon túl. És elhangzott, hogy az egész világgal törődnek, tehát a horvány magyarsággal is, Ausztráliától Clevelandig, bárhol élnek magyarok, a Duna TV-t foghatják. És ez a mi hírünk a világban. Gratulálok, a díj nagyon jó helyre került. A 25 éves Duna Televízió kapta az idén a Szent István díjat. Azt hiszem, hogy ez szimbolizálja Szent Istvánnak a munkásságát is, hiszen a Duna Televízió volt az első magyar tévé, amely az egész Kárpát-medencében fogható adásokkal dolgozott, és külön küldetése volt a tévének, hogy a határon túli magyarokat is megszólítsa, nekik is műsorokat, magyar nyelvű műsorokat szolgáltasson. És hát az külön öröm, hogy Szent István városában, Esztergomban kerül ez a díj átadásra, hiszen tudjuk, hogy itt született a király, az uralkodása egy jó részén székhelyeként is használta Esztergomot, az akkori vándorló udvartartásnak a mindenféle velejárójával együtt, és hát érseki székhelyi emelt, amit a mai napig őriz a város. Azt hiszem, hogy mindazok, akik ebben a hagyományőrzésben, vagy akár ennek a díjnak az átadásában kifejezik ezt a fajta kontinuitást, amit megjelenít Esztergom, beleértve a körzeti televíziót is, nagyon jó ügyet szolgálnak, amelyet csak megköszönni lehet. 8 hónappal ezelőtt, november végén lettem a nagykövet Magyarországon hivatalosan, és egyszer már adódott nekem ebben a csodálatos városban lenni, egyszer már voltam, és nagy örömmel jöttem másodszor, mert valóban meghatott engem a mai ünnepség. Ezt valóban első alkalommal éltem át, remélem, hogy jövőre is jövök. Néztem a feleségemnek, a magyar feleségemnek meghatott arcát, magam is meghatottam, bár hivatalosan nem nagyon kell szabad nekem meghatódni, mert hát ezek a magyaros ünnepek, bár nagyon közel állnak a szívemhez, de azért a magyarok. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, nagy megtiszteltetés számomra volt,
hogy ide hívták. Remélem, Esztergami főpolgármesterrel együttműködni fogunk. Tudom, hogy a Gniezna, a testvérvárosa Esztergamnak nincs talán jobb megoldás, mert valóban Esztergam olyan történelmi város, olyan jellegű, mint a legrégibb fővárosunk Gniezna a lengyelek számára. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, és remélem még többször találkozunk. Köszönöm szépen. Nagy öröm volt ez a mai nap is, hogy immár egy televízió csatorna, a Luna Televízió, ami immár 25 éves, szintén Szent István díjban részesülhet. Mint korábbi Szent István díjazottal gratulálunk nekik, ez egy nagyon szép ünnepség keretében történt mindez Esztergomban. A televízió egy eszköz volt, és ma is arra, hogy embereket tájékoztasson eseményekről. A Duna Televízió esetében pedig különleges erő az, hogy tulajdonképpen a világ magyarságát is összeköti. Nagyon sok ilyen eszközre lenne szükség, ami tulajdonképpen egyesíti ezt a magyarságot. Ennek egyik fénylőpontja tulajdonképpen a Duna Televízió, amelynek műsorpolitikája igazán mindig tartalommal volt megtekintve, értéket közvetített mások felé. Én, mint Béres, aki tulajdonképpen gyógyszerekkel is foglalkozom, a kommunikáció szempontjából is nagyon fontosnak tartjuk a televízió működését, hogy tudjanak a magyar vállalatokról, vállalkozásokról, ezek eredményeiről is, termékeinkről, hisz valamennyien felelősek vagyunk egymásért, és ilyeténképpen a televízió ebben a felelősségben is össze tud bennünket kötni. Amikor magyar értékekről van szó, sőt a magyar értékek ünnepéről, az milyen lehet, nagyon csodálatos és felemelő érzés. A mai alkalom is így van, és őszinte és nagy szeretettel gratulálunk a Duna TV-nek, hiszen, ahogy itt elhangzott, a magyarságról szól, a magyarságnak szól, és én azt gondolom, hogy igen, beszélni kell minél szélesebb körben, felkiáltójelként, hogy összetartozunk, és hát a hangulat csodálatos volt, hiszen élő ez az összetartozás, felemelő érzés. Nagyon megtisztelő számomra, hogy ismét itt lehetek, hiszen már nem először léphettem itt fel, különös tekintettel arra, hogy idén a 15. Szent István díjátadó ünnepsége zajlott. Nagyon megható hangulatban telt az ünnepség, és nagyon örülök annak, hogy a Duna TV kapta idén a díjat, aki egy olyan szellemi, honvédelmi szerepet tölt be magyarság életében, ami számomra is nagyon fontos. Hát én nagyon örülök annak, hogy részt vehettem ezen a gyönyörű ünnepségen, a Szent István díj átadáson. Nem először vagyok én most itt, és megmondom őszintén, amikor megkapom a meghívást, mindig nagyon örülök arra a napra, amikor ezen részt vehetek. Hát most ebben az évben is ez nagyon gyönyörűen meg volt rendezve. Szeretnék gratulálni a Duna TV-nek, szerintem nagyon megérdemli a díjat a Duna TV, és én örülök annak, hogy mink is nézhetjük a Duna TV-t Párkányban, Párkány környékében is, és akkor így látjuk a sok szép hírt is, meg a sok szép programot, mert a Duna TV bizony közvetít nagyon sok szép filmet, amikről lehet sokat tanulni, a múltból is. És hát szeretném kiemelni egyúttal a Bihari Antal urat, aki alapította ezt a díjat, mert nagyon értékes ember az Bihari Antal úr. Nagyon sok eseményen ott volt, és remélem lesz is Párkányban, és akkor így ilyen módon a KTV által Esztergom és környéke megtudhat sok minden érdekesről Párkányból és a Párkány környékéből. A Bihari Anti Tóni, ha így mondhatom, mert hát ismerjük egymást, nagyon sok éves, sőt együtt is dolgozunk. Nagyon jó barátom, és azt gondolom, és nem gondolom, hanem így van, a szlovák-magyar baráti együttműködésben nagyon sokat segít. Gyarámköves polgármestereként most már rendszeres visszajárója vagyok ennek a szép, nagyon szép ünnepének, és amint nap mint nap látom ezt, hogy minden évben nagyobbodik, szélesedik, ismertebbé válik és szebbé válik az egész rendezvény. Nagyon megható volt ismételten a mai ünnepség, nagyon örülök neki, hogy Antal gondolt rám is, hogy édesapám halála után.
Ez mindig egy megható pillanat, amikor édesapám szellemisége, illetve az elismerései is méltatásra kerülnek. Ugye ő egy olyan szellemiséget képviselt, amit az itt díjazottak mindegyike ugye magáénak tudhat, hogy a magyarság volt az a, illetve a szórvány magyarság volt az a mozgató rugó, ami mozgatta az egyik szálon az életét. Szintén próbálom én is ezt utána csinálni, úgyhogy minden egyes pillanatban ugye szembesülök az ő elismeréseivel. Ez mindig megdobogtatja a szívemet. Nagy öröm számomra, hogy újra itt lehetek Esztergomban, a Szent István díj átadáson sokatszor vagyok jelen, és külön öröm számomra, hogy ezt a Szent István díjat az idén a Duna Televízió kapta, aki az összmagyarságot összetartja, és mindenről ismerteti, tudatja a történtekről, ami velünk történik. Hát személyes, nagyon-de nagyon kellemes emlékem. 14 évig a Kéméndi Vasvirág Néptánc Együttesnek voltam a vezetője, és a Duna Televízió jó voltából megismerhetett minket az egész világ a hazajáró műsorba. Úgyhogy Isten éltesse a Duna Televíziót még nagyon sokáig, hogy ezt a csodálatos munkájukat tudják a számunkra végezni, és örömet okozni úgy a külhoni, sőt az egész világon élő magyarságnak. Révész Mária vagyok, ébedi születésű, de Érsekújvárban lakok, és nagyon örülök, hogy sikerült erre az ünnepségre eljönni, csodálatos volt. Ez a megszervezése, a díjkiosztás, a műsorok, csak a legjobbat tudom mondani, a zenekar, a csodálatosna. És azzal, hogy a himnusszal kezdődött, hát ez külön élmény, mert mi ugye nagyon sokáig ugye nem énekelhettük a himnuszt, és még most is, pedig már 30 éve, ugye, hogy most már nálunk is szabad énekelni, de azóta is mindig könyv szökik a szemembe, mikor a himnuszt énekeljük, és a végén ez a hazádnak rendületlenül, hát ez kellene nagyon sok magyar fiatalnak ezt meghallani, ezt a szöveget, hogy mit is mond ez. Mert csak itt lehet boldog az ember a szülőföldjén, ezt nem lenne szabad elfelejteni, hogy csak a szülőföld az az igazi, elmehető a világ másik végére is, lehet ott dúsgazdag, mindenféle sikere lehet, akár politikai vagy gazdasági sikere, de azt, amit a szülőföldön átél, ha még szegényen is, az soha nem fogja sehol megtalálni.